A 81 éves fiatal Karen Sanders nem hagyja, hogy bármi is lelassítsa. De 2013 márciusában, amikor egy hosszú séta után hazatért, érezte, hogy valami nincs rendben a karjával. Fájt a jobb karom, arra gondoltam, hogy talán szívrohamom van. Szerencsére nem erről volt szó, de a fájdalom nem akart elmúlni. Akadályozott a mindennapi feladataimban. A jobb karommal nem tudtam semmit sem csinálni, és a nyakamat sem tudtam forgatni. Bevettem egy-két fájdalomcsillapítót, amik egy fél órára elmulasztották a fájdalmat, de aztán azt mondtam magamban, hogy elég, és elkezdtem az Úr elé vinni a problémámat. Istenhez imádkoztam. Egy hónappal később Karen a 700-as klub adását nézte, ahogy azt általában reggelente szokta. Pat és Terry a nézők szükségeiért imádkozott. Pat ekkor azt mondta, hogy van egy hölgy a nézők között, akinek nagyon fáj a válla és a nyaka. Erre én azt mondtam, de hisz ez én vagyok. Pat pedig azzal folytatta, hogy tegyem a kezem a nyakamra és a vállamra, amit meg is tettem. Aztán vele együtt imádkoztam. Valakinek éles fájdalom van a nyakizmában. Tegye a kezét rá, és az Úr meggyógyítja. Nagyon erős, éles fájdalma volt eddig. Érintse meg az Úr Jézus nevében. Ekkor a Szent Szellem betöltött. Melegség járta át a nyakam és a vállam, és azt mondtam, hogy na ez az, meggyógyultam. Egyből megpróbáltam felemelni a kezem, így, és dicsértem az Urat. Könnyek csordultak ki a szememből az öröm miatt. Ezután úgy aludtam, mint egy újszülött. Karen továbbra is sokat sétál a nyugdíjas otthon környékén, és társas játékokat játszik a barátaival. Hetente bibliaórákra jár, és nagyon szeret az embereknek Jézus gyógyító erejéről beszélni. Amikor ő meggyógyít valakit, a fájdalom soha nem tér vissza. Az én testembe sem jött vissza egy percre sem. Ha van valami az ön életében, csak vigye Jézus elé, hagyja a lábainál, és ne járkáljon vissza, hogy ott van-e még. Hagyja, hogy ő hordozza a terhét.